Pipacs mező borította a hősök temetőjét is november 11-én estére. Ha valamennyi sírra nem is került virág, szimbolikusan minden hősre emlékeztek sátoralja új helyen is. A gyülekezési szabályok bevezetése miatt alternatív forgatókönyvvel készült a Börtönmúzeum és a Kazinci Ferenc Múzeum erre a napra. Az eredeti elképzelés szerint bensőséges, de több szervezete diákot megmozgató rendezvényt szerettek volna idén is szervezni. Az első világháború a nagyháború lezárásának emléknapjára. Helyette, aki szerette volna, egy-egy pipacsponton felvehetett egy jelképes virágot, melyet jóváltételben készítettek a helyi fegyház és börtön fogvatartottai, és kisétált a temetőbe, a nagyháború ismert és ismeretlen hőseire emlékezve. Sokan tettek így. Nagyon örülünk annak, hogy, hogy ennyi ember kijött ma, akár gimnazistákkal találkoztunk itt kint a a saját főhajtásunk előtt tudjuk, hogy itt voltak a, a Miskolci honvédezetnek a katonái, kim voltak a múzeumnak a munkatársai és sok egyéni ember, a pipacspontokon felvették ezeket a kis posztópipacsokat, és eljöttek ide ki a, a hősök temetőjében. E, hát vagy gyertyát gyújtani, mécsest, pipacsot elhelyezni, és azért csak köszönet illeti sátorolja új lakosságát. Az eredetileg angol száz hagyomány jelképe a poppi, vagy a kispipacs, amelyet Nyugat-Európában ezen a napon kitűzőként viselnek. A Sátoralja új helyi emlékezés napján kilátogatott a temetőbe, a program beindítása miatt ideutazó honvéd küldöttség is, de fiatalok és idősebbek egyaránt kitűzték a kisvirágokat a sírok mellé. Az emlékezés napjának végén csendes programként Pavlis Tamás és Tódzsol tűzoltó alezredes katasztrófavédelmi megbízott egy-egy Késessel tisztelgett a nagy háború hősei előtt.